Kedves testvérek, köszöntelek benneteket húsvétunk nagy ünnepe alkalmából. Az Isten megdicsőült az ő fiában, a názáreti Jézus meghirdette itt a földön az Isten országát, és meghívott minden embert a mennyei atya örök boldogságába, a mennyországba. Hogyan dicsőítette meg Jézus az atyát, az Istent? Azzal, hogy az ő kérésére önként vállalta emberi sorsunkat, megszületett Betlehemben, méghozzá egy nagyon szegény istálóban, szegény családban. Szűz Mária és Szent József szülei mellett élte az életét. 30 évig kétkezi munkásként élt. Ez is már az Úristen megdicsőítése, sőt minden munkának az értelmét adta ő meg, hiszen arra teremtette az emberiséget itt a földre az Úristen, hogy szaporodjanak, sokasodjanak, és töltsék be a földet. Hajtsák uralmuk alá az egész földet és az élő lényeket. Jézus tehát urrá lett magában és maga körül minden ellenséges erő. Ez 30 év múlva mutatkozik be, amikor elkezdte nyilvános működését. Azt gondolnánk, hogy Jézus akkor szerezte a nagy dicsőséget az Úristennek, amikor elkezdte a csodáit. Gondoljunk az elsőre ott Kánába, amikor a vizet borrá változtatta. Vagy gondolhatunk a nagy vihar a Genezáreti tavon lecsendisítésére. Vagy gondolhatunk a nagy betegek meggyógyítására. Igen, ez valóban bizonyította, hogy ő isteni erővel működik. De a legnagyobb csoda mégis az volt, hogy ő az utolsó vacsorán a saját testét és vérét kínálja az ő apostolainak, és rajtuk keresztül a híveinek. És bizony, amikor elment Júdás a vacsoráról, akkor mondta ki Jézus ezeket a titokzatos szavakat, hogy most fog megdicsőülni az ember fia. Az apostolok biztos, hogy másképp gondolták ezt, mert hiszen azon az estén Jézus vérrel verítékezve imádkozik az olajfák hegyén, és még kéri is az ő barátait, hogy imádkozzanak vele. És amikor eljön Júdás a katonákkal, ők elszöknek félelmükben. És gondolhatták, hogy ez a kudarc kezdete. Amikor már a keresztjét viszi, összeverten, agyonkínzottan föl a Golgotára, azt gondolták, ez a szégyen útja. És valószínűleg sok ember így gondolkozott, hogy vége mindennek. Jézus mégis a kereszten kimondja a győzelem kulcsszavát, beteljesedett. És valóban a kereszten győzte le ennek a világnak minden hazugságát, minden bűnre való kísértőjét, az ördögöket és a sátánt. Ő nyilvánvalóan ezt már akkor tudta. Mi harmadnapra tudhattuk meg, hogy Jézus valóban az Isten fia, amikor megjelent a szent asszonyoknak, majd az apostoloknak és még 500 tanítványának. És azóta is, ahogy Benedek pápa írja, a mi hitünk azon alapul, amit az apostolok láttak, hallottak és tapasztaltak. Tehát, ami apostoli anyaszentegyházunk Jézusba vetett hittel tekint föl a mennyországba, az Istenre, aki mindenkit hazavár az ő szép országába. Így ezzel a hittel, hogy ilyen nagy ára volt a mi szabadulásunknak, megváltásunknak. Számunkra a kereszt nem a szégyen fája, nem az átok fája, hanem a győzelem fája, a győzelem szimbóluma. Krisztus feltámadt,
valóban feltámad és köztünk él. Alleluja!